A DVSC Labdarúgó Akadémia az elmúlt közel 10 év alatt számos sikert könyvelhetett el. A sikerek között szerepelnek utánpótlás bajnoki címek, utánpótlás válogatott játékosok, valamint több labdarúgó is bemutatkozott már az első csapatnál. Ebből az apropóból most betekintünk a kulisszák mögé, hogy bepillantást vethessünk azokra az emberekre, akik a csapatok mögött tevékenykednek. Gulácsi Bence vagyok, a DVSC Labdarúgó Akadémia videóelemzési csoportvezetője. Szalóci Dávid, Vadicska Olivér és Kis Levente tartozik a csoporthoz. Én a csoportvezetői teendők mellett besegítek időnként a felnőtt csapathoz, emellett az MB3 az, ami a fix csapatom, akiknek a vágott jeleneteit, ellenfélből való felkészülését végzem. A kollégáimnak pedig két csapatuk van, két korosztályos csapatuk van, és azoknak a szakmai munkáját felelnek. Minimum heti két alkalommal rögzítjük az edzéseket minden korosztálynak, ez fontos része a munkánknak. Emellett általában a hét elején elvégezzük az adott saját mérkőzésünk elemzését. Akadémia szakmai szempontrendszere alapján, illetve a vezetőedzőkkel egyeztetve a kollégák elvégzik azokat a vágó és elemző feladatokat, amit minden mérkőzésre meg kell csinálni. A hét második felében pedig elkezdünk foglalkozni az adott heti ellenféllel, próbálunk pár mankót, kis segítséget adni a szakmai stábnak abban, hogy mi várható az ellenféltől az elkövetkezendő mérkőzéseken. Nagyjából az elmúlt 4-5 évben kezdtek el ezzel foglalkozni azok a kollégák, akik már benne vannak. Elsősorban autodidakta módon képezték magukat. Nekünk 3 évvel ezelőtt volt az első képzésünk, azon vettem én is részt az első MLS által szervezett képzésen. Azóta jelenleg a jól tudom a 3. képzés fut, amin a mostani kollégák vesznek részt. Igen, nyilván a nyugat-európai kluboknál ennek már nagyobb hagyománya van, zökkenőmentesebben megy. Én abszolút azt gondolom, hogy egy olyan terület a magyar labdarúgásban, ami dinamikusan fejlődött az elmúlt években, és még a jövőben is egyre több fejlődési lehetőséget mutat. Többségében mérkőzések utáni elemzéseket végzünk, a mérkőzés közbeni segítségek inkább a felnőtt futballra jellemzőek. Próbálunk ez irányba elmenni. Az akadémiai támogatási rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy az eszköztárunkat, programokat, szoftvereket, licenszeket vegyünk igénybe, és azok segítségével megpróbálunk idővel eljutni oda, hogy akár utánpótlás bajnokikon is, meccs közben is segítséggel, információval szolgáljunk a szakmai stáb részére. Lejátszott mérkőzést, azt megfelelő formátumba kell hozni, azután következik a mérkőzés megvágása, elemzése, ezt általában elvégezzük a hétvége folyamán. A hétfői napon egyeztetünk a vezetőedzőkkel, és hogyha minden benne van, amire ők igényt tartanak, akkor hétfő-keddi napokon kerül bemutatásra a játékosok felé. Onnantól kezdve, hogyha ezt az előző mérkőzést lezártuk, onnantól kezdve lehet elkezdeni foglalkozni a következő heti ellenféllel. Itt általában van egy-két napjuk felkészülni a kollégáknak arra, hogy minden adatot, információt, képi megjelenítést beszerezzenek, és általában csütörtök pénteken szokott a vezetőedző és a játékosok elé tárva lenni az, hogy mire lehet számítani a hétvégi ellenfélről. Az tény, hogy nagyon magasan kvalifikált labdarúgók, tehát magas szinten jutó futballisták viszonylag ritkán választják ezt a szakmát, vagy ezt a háttérmunkát. Alapvetően az nagyon fontos, hogy a futball elméleti részével, elméleti alapjaival tisztában legyen az ember, legyen meg az a szóhasználati határozottság, ami szükséges, illetve nagyon fontos egyfajta informatikai tudás, ugye a meglévő szoftvereknek a kezelése, hatékony, gyors használata az elengedhetetlen ez a szakmához. Ennek az elegye
adja, úgy gondolom, a jó videóelemző jellemzőit. Gulácsi Bence a videóelemzés mellett besegít a felnőtt csapatnál a játékos megfigyelésbe is, azonban az akadémián Gazsi Ferenc felel a toborzásért. Az ő feladata, hogy az adott korosztálynál megmutatkozó hiányposztokon a rést betömjék, ezzel is elősegítve az eredményesebb szereplést. Ugyebár a scoutok, mint játékos megfigyelők tevékenykednek az akadémiákon, tehát ők azok az emberek, akik ajánlást tesznek annak érdekében, hogy kik legyenek azok a játékosok, akik rövid, illetve hosszú távon, de inkább hosszú távon segítségre lehetnek az akadémiai korosztálynak, illetve későbbiekben a DVSC felnőtt csapatának. Tehát ezek a játékos megfigyelők heti rendszerességgel járják a bajnoki mérkőzéseket, ajánlatokat tesznek, és ezáltal felmérjük a tehetségeket, és a tehetséges labdarúgók végül kiválasztásra kerülnek, akik szerepet kapnak a DVSC Labdarúgó Akadémián. Sok rétűen próbálunk egy játékost megfigyelni, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Tehát nagyon fontos szempont számunkra akár a családi háttér. Tehát itt arra gondolok, hogy milyen közegben nő fel a gyerek, esetleg elvált szülei vannak, mennyire van ez hatással a játékos teljesítményére, vagy magatartására a pályán, hogyan kommunikál a társaival, az edzővel, akár a játékvezetővel. Ez az én feladatom, hogy teljes körülön után járjak a játékos után, tehát akár a social médiában a tevékenységét is megfigyeljük, illetve volt olyan játékos is, akinek az iskolai osztályfőnökével is beszéltem, hogy hogyan tanul, és hogyan viselkedik az iskolában. Szerencsére pozitív visszajelzést kaptam, de nagyon fontos, mert ugyebár itt, amikor U14-ben mennek a játékosok, tehát nagy pályára váltanak, itt azért a keresésünket már teljes mértékben kibővítjük, tehát a Duna vonaláig vannak megfigyelőink, régiókra leosztva, úgyhogy ott már széles körből megy a kiválasztási folyamat, és ezáltal én szeretnék minden játékos után menni, megnézni, hogy tényleg az az átigazolás hasznos legyen, és természetesen a játékos a legfontosabb, hogy ő is ebből profitáljon. Egy játékos megfigyelő munkája akkor mondható sikeresnek, ha az adott utánpótlás csapat ereje növekszik az érkező játékossal. Ez lehet helyezésbeli, játékminőségbeli vagy egyéni fejlődésbeli, de az igazi értékmérő akkor mutatkozik meg, ha a szamárlétrát végigjárva a felnőtt csapatnál is megállja a helyét egy-egy fiatal tehetség. Van rövid távú és hosszú távú cél is. Tehát, hogyha esetlegesen kezdjük a rövid távúval, hogyha sikerül egy játékost az adott klubba átigazolnunk, és az a játékos jó teljesítményt nyújt, beilleszkedik a csapatba, tényleg tudja azt a teljesítményt hozni, amire a szakmai stáb és a vezetőség is azt mondja, hogy igen, őt tényleg megérte leigazolni, mert akár gólokat szerez, vagy hogyha kapus, akkor nem kapott gólt, stb. Akkor az már egyrészt egy sikernek nevezhető. Már az is siker, hogyha ugyebár nagyon nagy a versenyhelyzet. Tehát a mostani, a nyári átigazolási időszakban is több olyan játékos sikerült leigazolnunk, akit más akadémiai szeretett volna, akár a Fradi vagy az NTK, de mégis minket választott. És úgy, hogy odajá sem ment. Tehát én ezeknek nagyon örülök, amikor tényleg hatékonyan a belefektetett energiám, tehát a szülőkkel, a játékosokkal való tárgyalás ilyet eredményez, hogy igen, minket választanak. A hosszú távú eredményesség pedig számomra azt jelenti, hogy ha esetlegesen az utánpótláskorú játékos majd odaér az első csapathoz, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, az utánpótlásban a scouting jól működik, mert megfelelő játékost választottunk ki, megfelelő potenciálra rendelkezőt választottunk ki, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, tehát van, hogy több évet kell várni arra, míg kiderül az, hogy egy játékos átigazolása sikeres volt-e vagy sem. De itt utánpótláskorban nagyon fontos az, hogy meglássuk a játékosban lévő potenciált. Utánpótlásban nagyon fontos az a divatos szó, hogy potenciál. Ugye inkább azokat a játékosokat keressük, akikben jövőbeli lehetőség van elsősorban. De természetesen van olyan is, hogy felnőtt csapathoz olyan fiatal játékost célzunk meg, aki lehet, hogy még most nem kész arra, hogy kiemelkedő teljesítmény nyújtson, de idővel hasznos tagjává válhat a csapatnak.
Ami még a nyáron csak pletyka szinten keringett a városban, az az ősz végére kézzelfogható bizonyítékká vált, azaz létrejött az egyesség a DVSC és a Villarreal között. A megállapodás értelmében a spanyol klub rendszeresen küld majd szakembereket, akik segítik az akadémia munkáját, azonban a közös munka nem csak ennyiben merül ki. Óriási lehetőség mind a szakembereknek, mind a játékosoknak, egyrészt a tanulás miatt, másrészt pedig kinyílik a kapu, tehát hogyha valaki nagyon jó teljesítményt nyújt, akkor természetesen ez nem titkolt szándékunk, hogy ő is lehetőséget fog kapni ennek a kapcsolatnak köszönhetően, akár külföldön is. Tehát ahhoz kell egy olyan teljesítmény természetesen, de megvan rá a lehetőség, és szerintem ez most jelen pillanatban egy óriási szansz minden játékosnak. Én a spanyol kollégákkal napi kapcsolatban vagyok, angolul kommunikálunk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk tőlük tanulni, akár az edzők is, vagy akár én, mint scout. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy esetlegesen a Villarrealnál, az első csapatnál, az akadémián hogy dolgoznak, hányan dolgoznak, mi alapján választják ki a játékosokat, milyen merítési lehetőségük van. Ahogy itt már beszélgettem a spanyol kollégákkal, ők azért több mindenhez tudnak nyúlni, tehát nagyobb a kiválasztási alapuk, mint nekünk. Több csapatból tudnak válogatni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat fog itt kialakulni, vagy már el is indult ez a kapcsolat. Mindenkitől lehet tanulni. Aki azt mondja, hogy nem, az szerintem rossz irányba halad. És hogy miért a DVSC? Mert egy szimpatikus, családias klub, ahol a kiemelkedő teljesítmény komoly esélyt ad a felnőtt csapat keretéhez. Számos példa bizonyíthatja, hogy Debrecenben bátran nyúlnak a fiatalokhoz, ha a keretbe történő beépítésről van szó. Gyakran tapasztaljuk a kollégákkal, hogy talán túl sokan is vagyunk, akadémiák vagy nagy klubok, arra a tehetségállományra, ami rendelkezésre áll. Hogy konkrét példával éljek. Volt egy 12 éves játékos, akinek felkerestem a szüleit, hogy érdeklődnék, hogy hogyan állnak esetlegesen egy klubváltással kapcsolatban, és a szülő elmondása szerint már 4-5 akadémia megkereste őket. Tehát óriási a versenyhelyzet a tehetségekért hazánkban. Itt ugyebár mindig az dönt, hogy kinek mi a szimpatikus, akár a szülőnek, akár a játékosnak, viszont én mindig azt szoktam kérni, hogy ne csak az adott pillanatot nézzék, hanem azt is nézzék meg, hogy a játékosnak milyen lehetőségei lesznek annál az adott klubnál. Nem nagy különbség van az akadémiák között. Viszont, hogyha hosszú távon megnézzük, hogy esetlegesen, hogyha a játékos tényleg olyan teljesítményt nyújt, hogy amikor eléri a 18-19 éves kort, vagy még hamarabb, van-e esélye odaérni a felnőtt csapatba? A felnőtt csapatuk foglalkoztat-e az akadémiáról jövő játékosait, vagy inkább más eszközökhöz nyúl? Tehát én úgy gondolom, hogy a DVSC ebből Magyarországon előjár, hogy szereti a saját nevelési játékosait foglalkoztatni. Tehát a szülőket is erre kérem, hogyha tudatosan gondolkodnak, és tényleg szeretnének a gyereküknek egy olyan pályát, hogy ő tényleg odaérjen a profi labdarúgó közeghez, és profi legyen, akkor véleményem szerint a DVSC az egyik legjobb hely, hogy ezt kivitelezzük. Azzal tudunk érvelni, hogy Debrecen egy nagyon családias légkör, aki ide kerül általában utána hosszú távon is a klub alkalmazásában marad. Nagyon sokszor Debrecenbe telepednek le azok, akik ide kerülnek akár fiatalon, illetve ugye rendszeresen a DVSC felnőtt csapatában sok játékos játék lehetőséget kap azok közül, akik az akadémián nevelkedtek. Nekünk ezek az érveink vannak a többi klubbal szemben.